Pennsylvania-i Gettysburgben zajlott az amerikai polgárháború legvéresebb ütközete 1863. július 1-e és 3-a között, amikor az Unió közel 100 000-es serege nézett szembe a konfederáció 75 ezer katonájával. A csatát végül az északiak nyerték, és ezt túlzás nélkül lehet a háború fordulópontjának is nevezni. Ám ez csak rendkívül nagy veszteségek mellett sikerülhetett, a becslések szerint 45-50 ezer katona vált áldozattá két oldalon. Ebben benne vannak a halottak, a sebesültek, az eltűntek és a hadifoglyok is. A csatát követően pedig gyakorlatilag napjainkig folyamatossá váltak a szellemészlelések. Ám ezek közül is az egyik leghihetőbbnek tartott felvételt 2001-ben készítette a helyszínen egy vakációzó család, amint a sötét erdő szélén történik valami megmagyarázhatatlan. A felvételt egy régi kézikamerával készítették, és szakértők is megvizsgálták, de nem találtak utólagos manipulációra utaló nyomokat. I don't see nothing down there. Can't be the motorcycles, honey. There's another spark. You see what I'm saying? What's that? What is that? A tree? No. You moved it, right? Right there. See it? Uh-huh. Look. Look, isn't it those people? Can't be. There's nobody. Not up in the trees. There's nobody down there no more. See? Az egész Egyesült Királyság egyik leginkább kísértett járdahelyének tartják a 12. században épült Doveri kastélyt, amit rendkívül fontos stratégiai elhelyezkedése miatt úgy is hívtak, hogy a kulcs Angliához. Már a megépülte előtt is gazdag történelme volt, ami egészen a vaskorig nyúlik vissza. A rómaiak időszámításunk után 43-ban szállták meg a környéket, és a kastély területén található a három a világon megmaradt római világítótorony közül a legnagyobb és legépebb is. Ugorva az időben, Winston Churchill, az angolok hős II. Világháborús vezetője is gyakran használta a vár alatti alagútrendszert és parancsnoki központot. A számtalan háborút és kivégzést megélt kastélyhoz köthető szellemészlelésekből pedig temérdeknyi van. Többen egy női alakról, mások egy fejnélküli fiatal fiúról számoltak be, de sokan furcsa hangokat és kiáltásokat is hallottak. A kastélyból komoly turista attrakciót alakítottak ki, amit 2018-ban például 365 ezeren kerestek fel. Az egyik legismertebb program pedig kiváló üzleti érzékkel a szellemtúra és szellemvadászat. A most következő felvételt viszont a kastély biztonsági kamerái rögzítették még 2009-ben a főbejáratnál, és mint látni fogjátok, az őrök is értetlenül álltak a jelenség előtt. Pár évvel ezelőtt került ki az internetre egy felvétel, amit a Georgia állambéli Garden City egyik rendőrautójának fedélzeti kamerája rögzített. A volán mögött egy Wayne Daniels nevű rendőr ült, aki este 12:30 után egy rutinőrjáraton volt, amikor észrevette egy furcsán közlekedő fehér gépjárművet. Megpróbálta megállítani, ám mivel a sofőr nem engedelmeskedett, autós üldözés vette kezdetét, aminek a végén az ámokfutó egészen hihetetlen módon tűnt el. A felvételen az látszik, amint a fehér autó egyesek szerint egyfajta szellemkocsi módjára, mintha csak úgy átmenne a kerítésen.
Az őt követő rendőr sem értette teljesen, hogyan lehetséges ez, bár azt utólag elmondta, hogy a kerítés alul nem volt rögzítve, az is lehet, hogy kiszakadt. Ez persze egy értelmezhető magyarázatnak tűnik, de az továbbra is kérdés, hogy mindössze pár másodperccel később már hogyan állhat teljesen merőn a kerítés, ha előtte egy másfél tonnás kocsi haladt át rajta. A kerítés mögötti területen egyébként egy sűrű erdő helyezkedik el, az ismeretlen sofőrt és az autóját pedig azóta sem sikerült azonosítani. Thank you.